lesz neked. Úgy várok rád, azért jöttem elé, hogy áldjalak minden szavam kevés. Neved vigasz nekem, úgy várok rád, azért jöttem elé, hogy áldjalak minden szavam kevé, mert te vagy a király, minden szem egyszer meglát, minden nép hozzád kiáll. Várunk rá. Yeah.
of him to be my savior.
Isten te véd és szállékál. Csak azt tudom, hogy a jobbján ott van az én megváltó. Ébren és csak rólad álmodom, várok rád, azt remélem, szeléd hangod újra meghalom. Hűség, igazság, szentség árad rám. Itt állok, megváltva a te szent trónodról, rólad szóljon minden új ének, felemelkezekkel dicsélek, nála tisztább nem volt és nem lesz Jézus. Átölel, átölel jelenléted, ébren és csak rólad álmodom, várok rád, azt remélem, szeléd hangod újra meghallom. Hűség, igazság, szentség árad rám. Itt állok, megváltva a te szent trónodnál, rólad szóljon minden új ének, felemelkezekkel dicsélek, nála tisztább nem volt és nem lesz Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelkezekkel dicsélek, nála tisztább nem volt és nem lesz Jézus. Az a biztonság, ami nálad vár, minden álmomnál többet ér. Az a békesség, amit ígértél, minden kincsemnél többet ér. Örök élet a te házadnál, és ez mindennél többet él. Rólad szóljon minden új ének, felemelkezekkel dicsélek, nála tisztább nem volt és nem lesz Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelkezekkel dicsélek, nála tisztább nem volt és nem lesz Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelkezekkel dicsélek, nála tisztább nem volt és nem lesz Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelkezekkel dicsélek, nála tisztább nem volt és nem lesz Jézus.
az Úr írga. Ez folyton érzem én, ha bár nincs semmi érdemem, ő mégis hord kezén. Halleluja! Halleluja, kegyelme esőként húrám, bűneim, lemosta már, halleluja, kegyelmem, esőként húrám. Halleluja, bűneim, lemosta már. Nincs arra. Nincs arra szó, sem gondolat, mi jóval áld az Úr. Ha lankadók összányanak, és térhem, mint halul. Halleluja! Esőként húrám, halleluja, bűneim lemosta már, halleluja, kegyelmem, esőként húrám, halleluja, bűneim lemosta már, lemosta már. Lemosta már. Sok itt a bűn és küzdelem, az orkán zúgva ül, de minden vészben tengeren megtart, esőként húrám. Halleluja, bűneim lemosta már, lemosta már. Halleluja, kegyelmem, esőként húrám. Halleluja, bűneim lemosta már, lemosta már. Lemosta már. Was grace that taught. 'Twas grace that taught my heart to weep, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Hallelujah. Esőként húrám, halleluja, bűneim lemosta már, lemosta már. Halleluja, kegyelmem, esőként húrám, halleluja, bűneim lemosta már, lemosta már, lemosta már.
we've been there. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no last days to sing God's praise than when we'd first begun. When we've been there. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no last days to sing God's praise than when we'd first begun. Hallelujah! Grace like rain falls down on me. Hallelujah, all my stains are washed away, washed away. Hallelujah, grace like rain falls down on me. Hallelujah, all my stains are washed away, are washed. Hallelujah, can't tell a man. Hallelujah, can't tell a man. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now megállok a bástyán, hallgatom, hogy mit szól Isten hangja hozzám. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát, mint sok víz zúgásán, hallani hangját. Igazságot szóló atyának szavát, úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Hófehér, hófehér haját, bölcs homlokát, izzó szemét, tekintetét, úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Meglátjuk majd. Meglátjuk majd egyszer. Elváltozunk ábrázatára, akiben megvan önmagát, mint még tisztítja. Hallelujah. Hallelujah.
Santa's home. Hallelujah, Santa's home. Hallelujah, Santa's home. Santa's home. Őrhelyemre állok. Őrhelyemre állok, megállok a bástyán. Hallgatom, hogy mit szól Isten hangja hozzám. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcán. Mint sok víz zúgásán hallani hangját, igazságot szóló atyának szavát. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcán. Hófehér haján, bölcs homlokán, hízó szemét, tűz tekintetét. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Meglátjuk majd. Meglátjuk majd egyszer. Elváltozunk ábrázatára, akiben megvan ez a reménység. Önmagát mind még tisztítja. Meglátjuk majd. Meglátjuk majd egyszer. Akiben megvan ez a reménység, önmagát mind megtisztítja. Halleluja! Halleluja, Szent az Úr. 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 Szent az Úr. Halleluja, Szent az Úr. Halleluja, Szent az Úr. Halleluja, Szent az Úr. Halleluja, Szent az Úr. Szent az Thank you.
És szárnyalok veled, ha te szellemed vezet, a menhez közeled. Uram, itt vagyok, változtass meg szívemet, meg tőled árod rám a ismerem, hogy gyengeség van még bennem, de van szabadító, féltő szeretete. A szellemet vezet, a menhez közelebb. Jöjj közel, jöjj közel, tarts jelen létedben. Áras rám szent keneteden. A szellemed vezet, a menhez közelebb. És szárnyalok veled, ha te szellemed vezet, a menhez közelebb. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a föld. Betegen jön itt az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen szíveken hódik, sebegen jön itt az Úr ma is. Nálad lett óra a víz, holtokat életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a remény, nincs más Isten, nincsen. Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Ha
te ragyogod be az ég. Te ragyogod be az ég. Te hozod el a remény. Nincs más Isten. Nincsen más. Te vagy az Isten. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen. Hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr. Ma is te vagy az Isten. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen. Szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr. És hogyha a Isten velünk, és hogyha Isten velünk, ember mit adhat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit adhat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? Mi állhat ellenünk? Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen. Hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen. Szíveget hódít, sebeget gyógyít az Úr ma is. So Lord, we thank you for meeting us tonight. Thank you for your grace, Lord, that falls like rain. Thank you for your goodness, Lord, every single day. Help us, Lord, to relax in the plans that you have for us. We bless your name, Lord. And everyone said, Amen. Hát egy nagy tapsot Márk Szimonnak. Igen. Igen. Hát akkor még egyszer sok szeretettel köszöntelek titeket. Is there anyone who need translation? Raise up your hands. If you need, you can pick up radios from that lady in the corner. Ez az angoloknak. Kicsit sok bejelentés van, úgyhogy nem az az uborka szezon, mint nyáron. Úgyhogy ez egy hosszabb lesz. Akkor kezdeném az elsővel. Van egy ilyen szórólap, ami nincs ennyire összegyűrve, csak a zsebemben így volt. Ez a Jákim stúdiónak a szórólapja. Gondolom ki is van vetítve, hogy vagy lehet, hogy nincs, hogy április, nincs, ugye? Nincs. Március 29-én szombaton lesz a Jól van apjuk előadásuk. Vagy itt az infopultnál tudtok kint jegyet venni, vagy pedig az online jegyrendelést is tudjátok választani. A szórólapon minden információ rajta van. Ez az egyik. Egy pipa. Kávézóba szeretnénk, vagy keresnek szolgálókat, hogyha úgy gondolod, hogy a kávézóba be szeretnél csatlakozni, sütiket árulni, vagy pedig kávékat csinálni, akkor jelentkezz az info@vasarnapeste.hu, vagy pedig szintén kint az infopultnál. Ez is megvolt. Jó, de sok van. Március 30-án Alice Potter látogat el hozzánk a vasárnap estére.
ő még nem volt itt soha, és egy könyvet ad ki, és azért jön el, és rengeteg előadás sorozata lesz. Április 1-én amúgy a Vesibe is fog tanítani egyet, de előtte héten, pénteken itt a Golgotában is lesz. És Alice Potterről azt kell tudni, hogy ő egy apologéta, egy tudós, egy zseni ember, aki nagyon, nagyon komoly kérdéseket lehet neki föltenni gyakorlatilag, és egyszerűen olyan szinten látja át a dolgokat, és akkora tudás van mögötte, hogy tényleg nem hiszem, hogy én találkoztam még valaha ilyen emberrel, és ő fog eljönni ide, és egy evangelizációs alkalmat fog tartani, aminek az a lényege, hogy ha van olyan ismerősöd, akit szeretnél elhozni, akkor ez most egy olyan alkalom lesz, amikor nem egy sima tanítás lesz az evangéliumról, hanem gyakorlatilag egy tudós bizonyítja be, aki amúgy 17 évig volt buddhista, majd onnan tért át a keresztény hídre, szóval elég sok mindent megjárt, úgyhogy ezek mindig izgalmasak, és Thalér Bandi fog amúgy zenélni. Úgyhogy mindenképpen gyertek el, ez egy nagyon jó alkalom lesz. És az estének a különlegessége, hogy nem lesz dicsőítés a végén, hanem kérdéseket lehet majd Alice Potternek föltenni. Hogyha vannak kérdéseitek amúgy is, akkor azon gondolkodjatok el, hát ha meg tudja őket válaszolni. Aztán április 5-én viszont egy evangelizációs képzés lesz itt szombaton a gyülekezetben. A reggel 10-től a honlapon tudtok jelentkezni. Ez amúgy azért van, mert április végén megyünk Szerbiába. Tavaly is voltunk, egy zseniális alkalom, és ez egy tök jó, ilyen gyors talpaló, amikor az ember kicsit így összeszedi a gondolatait, meg meglátja azt, hogy melyik az a terület, amin ő mondjuk szívesebb evangelizálna, és egy ilyen gyakorlatilag ilyen workshop-szerűen fognak itt menni majd a mindenféle evangos képzések. Aztán tovább, április 13 pedig egy adománygyűjtő este lesz itt a vasárnap estén. Ez már nem tudom, hányadik lesz, de sose vasárnap este volt, most viszont vasárnap estére tettük. Egy egész estés koncert lesz, de nem ilyen akusztikus, hanem a zúzós fajta. És még füstgép is lesz, tehát hogy ennyire lesz zúzós. Ez az adománygyűjtő este, ez azért van, mert Szerbiába megyünk, és hogy a költségeket még jobban leredukáljuk, mivel busszal megyünk, és a buszbérlés azért jó drága, gyakorlatilag arra megy a gyűjtés, hogy minél olcsóbban tudjunk elmenni, tehát hogy ne legyenek ilyen 10.000 forintos árak az embereknek per fő. És az utolsó, már ki is száradtam, április 22-től 28-ig lesz egy olyan esemény itt Magyarországon, hogy menetelés az életért. Van egy ilyen szórólap kint, ezt meg tudjátok kint találni. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy újjászülött német hívők jönnek ide Magyarországra, akiknek a szülei a náci ilyen táborokba voltak, és ők jönnek el és menetelnek. Gyakorlatilag azt a Bécsi utat járják végig, az a Sopron Budapestet, és be lehet ebbe csatlakozni. Ez ilyen felekezetközi, tehát gyakorlatilag mindenki ott lesz, aki így a Magyar Egyházban van, vagy az összes egyház képviselteti magát, és regisztrálni kell a honlapon. Hogyha bővebb információt szeretnétek erről, akkor tényleg itt van egy szórólap kint a pultán, és tudtok belőle olvasni. Ez egy nagyon kemény és jó dolog, amikor így az egész egyház összefog egy ügy miatt, és tényleg a német hívők ide eljönnek, és tényleg ők aztán családban úgy megtapasztalták, amikor a nagypapa mondjuk konferenciás táborban, nem, koncentrációs, igen. Erről eszembe jutott egy vicc, de nem mondom el, úgyhogy fogadjuk nagy tapssal Sziszit. Szép estét mindenkinek, sziasztok! Imádkozzunk! Annyira köszönjük neked, édesatyánk, hogy itt vagy ma velünk. És köszönjük, hogy a dicsőítésben, Uram, megérezhettük, hogy te milyen jó vagy. És szeretnénk, Uram, a te beszéded által is felszabadulni, és egyre inkább közel kerülni hozzád. És elváltozni a te hasonlatosságodra. Kérlek, Uram, hogy áld meg mindazt, ami még hátra van az estéből, a te nagy nevedért. Jézus nevében, amen. Amen.
Hogy vagytok? Hát akkor nem volt jó a koncert, aztán nem bírtak megszólalni. Tehát nekem mély levegőket kellett vennem. Hogy mire... Elég hosszú az az út, csak szok, hogy hogy kerültem ide, ne kérdezz, több ilyen nincs. De a lényeg az, hogy míg jöttem föl, gondolkoztam, hogy mit mondhatnék a Markról. De először is csak köszönöm, hogy itt van. És ennyi elég. Tehát van, amikor azt mondom, tapsuk meg még egyszer, ez most nem lesz, az túl sekély, az sekély! Az most itt nem volt helyén való, mert meg volt az a pillanat, amikor csak úgy kicsit alig hallhatóan zenés mindenki így... Na, az valami volt. Ez azért művész valaki, mert személyesen szólít meg. Tehát én az első sorban éreztem, ez nekem szól, lehet, hogy nem voltam egyedül. A lényeg, hogy kiváló volt. És mondtam is neki, hogy rövid leszek, mert szeretném még hallgatni egy kicsit a zongorajátékot. Úgyhogy szóljatok rám, ha túl hosszú vagyok, jó? De ne hangosan, csak emeljétek fel a kezeteket, jó? Oké. Hát akkor kezdjük el. A mai nap tovább fogunk menni az efézusi levélben. És nem mondom, hogy nagyon roham léptekkel, de úgy szép lassan azért haladni fogunk. És ugye az efézusi levélnek a 6. fejezete az igazából arról szól, hogy van egy szellemi harc, ami körülöttünk van, és ami érint minket. Biztos, hogy félelmetes. Szólok. Tehát, hogyha gyerekkorodban láttál horrorfilmet, akkor megijedtél, ha hallasz egy ilyet, hogy szellemi harc, akkor egyből megijedsz, és akkor azt fogod mondani, hogy jó, hagyjuk békén egymást, ugorjuk át. Az Úr, amikor föltámadt, és először megjelent a tanítványoknak, az horrorfilmje volt valóságosan. Tehát senki nem gondolta, hogy meg fog jelenni, és egyszer csak megjelent úgy, ahogy volt, és a tanítványok úgy látták is, meg el se hitték, és lefagytak. És valahogy ez a szellemi harc is hasonló élményt hozhat nekünk, hogy lefagyunk. Ezért az Úr azt mondta a tanítványoknak, amit ma nekünk is mond, hogy ne féljetek. Nem félelmet akarok kelteni közöttünk. Nem az a célja, hogy mi úgy érezzük magunkat, hogy kezelhetetlen helyzetben vagyunk. Hanem éppen ellenkezőleg szeretném megnyitni előttünk mindennek a lehetőségét, ami lehet, hogy eddig elkerült minket. Mert lehet, hogy eddig, akármikor ebbe az igerészbe eltévedtünk, mert direkt nem fogjuk elolvasni, hallottunk tanításokat különböző divatdiktátorok általi fegyverekről, ami egy ruha is, és valahogy éreztük, hogy ez nem a miénk. Hogy valóságosan ez számunkra nem jelent semmit. Mikor elmegyek egy missziós útra, akkor látom a gyerekszobámban, a falon, hogy római katonát, és ki van írva, hogy mi micsoda. Tehát valószínű, hogyha hamar találkozz az Úrral, 12 éves korodban már tudod, hogy melyik fegyver, hogy néz ki, és hogy a katonának hol áll. Mégsem jelent semmit a számodra. Mégis úgy élsz, hogy az egész egy sor a Bibliában, meg egy kép a falon, a számodra meg nem jelent semmit. Sőt, ha valamilyen szituációba belekeveredsz, mert nem keresed, az is biztos, akkor is úgy érzed magad, hogy innen most vagy látványosan elmegyek, vagy senkit nem akarok megsérteni, és hogy szépen kioldalazok, mert éppen hívott valaki, ne haragudjál, majd jövök. És egy hét múlva, amikor már jó messzi vagy, akkor fölhívott, hogy még mindig csináljátok, vagy esetleg már jöhetnék vissza. Mert az egész nem a hétköznapi életünk része. De valamiért fontos lehet, ha már Pál apostol ennek a levélnek a végére odarakta ezt a dolgot. Lehet, hogy mi is úgy érezzük magunkat, ahogyan a János evangélium a 5. fejezetében egy béna ember érezte magát, és kezdjük is ott a mai tanítást, és a János evangélium a 5. fejezetéhez gyertek velem. Első verstől. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet.
Aki elsőként lépett bele a víz felkavarodása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. 38 éve ott van ez az ember, nem tud megmozdulni, le van bénulva. Valószínűleg reggel kiviszik, és valamikor az este folyamán elviszik honnan. És lehet, hogy a múltban még volt szolgája is. És akkor benevezett a versenyre. A kiér előbb a medencébe versenyre, és lehet, hogy a 38 év alatt volt 2 ezüstérme is. Tehát közel volt ahhoz, hogy ő nyerjem. De nagy pechje volt, mert valaki gyorsabb volt. Jobban helyezkedett, és jobb volt a reakció ideje. És elvitte az aranyérmet. Az is lehet ám, legyünk őszinték, hogy azt jelenti, hogy időnként, tehát lehet, hogy abban a 38 évben egyszer se jött az Úr angyala. Tehát mindenki várta, hogy egyszer megjelenik az Úr angyala, és amikor megjelenik, akkor elindul a verseny. De lehet, hogy abban a 38 évben egyszer sem jelent meg. És itt van egy ember, aki esélytelen, akinek semmi reménye nincs. Abszolút kiszolgáltatott. Abszolút alkalmatlan bármilyen reagálásra. Ott van és fekszik. És tudja, hogy az a közeg, ami körülveszi őt. Tudja, hogy az a lehetőség, ami miatt ő ott van a tóparton, az már csak egy illúzió, hiszen ha meg is jelenne egyetlen egy alkalommal is az Úrnak az angyala, és fölkavarná azt a vizet, és igaz lenne az a beszéd, hogy aki először beér a vízbe, akkor az egyből meggyógyul bármi is a baja, ő akkor sem lehetne ott az első 50-ben sem, mert hát most gondoljuk, mi van, hogyha valakinek jó a lába? Az csak megelőzi, akármilyen lassan is megy, nem? Tehát egy béna, hát nem akarok most tízszerű lenni, de az nem mozog. Innentől kezdve meg kell várni, hogy egy ember fölvegye a hátára, és bevigye a vízre. Na most, hogy te valakit fölveszel a hátára, lassabban futsz, mint hegyedül mennél. Tehát esélytelen. És ő ezt tudja is. De ez az egyetlen út van arra, hogy ő meggyógyuljon. Ez az egyetlen lehetősége van arra, hogy ő újra járjon, hogy újra aktív legyen, és ebből az inaktív állapotából helyreálljon az élete, ne legyen kiszolgáltatott, ne kelljen sóvárognia valami után, ami lehetetlennek tűnik, hanem újra az lehessen, akinek az Isten teremtette. Egy ember, aki az érintés, a mennyei érintés következtében teljesen helyreállt. És itt van ez az ember. És egyszerűen már nem is akarja tudomásul venni, hogy milyen lehetetlen ez a helyzet. Egyszerűen beletörődött mindenbe. És lehet, hogy a körülményei azok változatlanok voltak 38 éve. Lehet, hogy látott gyógyulást, lehet, hogy nem. Minden esetre az ő számára semmilyen módon ez nem volt kincs. De eljött egy nap. Egy olyan nap, amire nem számított. Eljött egy nap, az a nap, ami mindent megváltoztatott. És ennek a napnak nem voltak előzményei. És ez a nap nem simult bele az ő gondolatába. És ez a nap nem az volt, amire ő várt. Egészen más történt, mint amit ő álmodott, mint amire ő fel volt készülve. Mert az történt azon a napon, hogy maga Jézus Krisztus odament ehhez az emberhez. Az a Krisztus, akinek lehetett volna más dolga. Aki oda mehetett volna más valakihez is. Maga az Isten oda ment ehhez az emberhez. És ez az ember semmit nem tudott tenni azért, hogy ő megkeresse az Istent. Semmit nem tudott tenni azért, hogy az ő élete megváltozzon. Ez az ember ez teljes kiszolgáltatottságban volt. Teljesen béna volt. És lehet, hogy mindazokra a dolgokra, amik a mi szellemi életünk, és az a körülöttünk lévő valóság, amit szellemi harcnak is beszélnek, a mi számunkra egy teljesen elérhetetlen valóság, és úgy érezzük magunkat, hogy mi bénák vagyunk. És mindig is bénák voltunk. És nincs is esélyünk a változásra. És nem tudjuk, hogy hogyan lehetnénk mások, mint amik eddig voltunk.
és nem tudjuk, hogy egyáltalán van más. És lehet, hogy láttunk valakit, akik már mások. Lehet, hogy valakinek voltak ilyen szolgái, vagy nem a lába volt béna. De érezzük sokan a saját bénultságunkat és reménytelenségünket. Hogy mi vagyunk azok, akik alkalmatlanok arra, hogy ebben az ügyben részesei lehessenek. Mert mi vagyunk azok, akik csak fekszünk a tópartján. És akár felkavarodik a víz, akár nem, mi akkor is itt fogunk feküdni. Ahogy tegnap itt feküdtünk, ahogy ma itt fekszünk, és ahogy eljön ránk a holnap. Nem volt ebben változás, és nem is reménykedünk abban, hogy lesz változás. De az Úr látta ezt az embert ott, és lát minket ma. És mivel mi alkalmatlanok vagyunk arra, hogy a változást előidézzük, ezért ő jön oda hozzánk, ahogy oda ment ehhez az emberhez. És amikor oda ment hozzá, elkezdődött egy beszélgetés. És ebben a beszélgetésben ez a béna ember elmondta az ő kifogásait. Elmondta azokat az érveit, ami miatt ő alkalmatlan arra, hogy más legyen a honlapja, mint a jelene. Hogy ő teljesen alkalmatlan a gyógyulásra. És mondta az Úrnak, hogy figyelj ide, lehet, hogy tudod ezt a sztorit, lehet, hogy nem. Minden esetre itt azért fölkardik a víz, aki belép első, megnyeri. Nekem nincs szolgám, ezért itt fekszem. És lehet, hogy nekünk is vannak válaszaink. Megvan a saját alibink. Hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek. És ezek a körülmények igazak. Ezek a hiányosságaink igazak. Ezek a gyengeségeink tényszerűek. Akár az Úrnak mi is elmondhatjuk. És az Úr azt mondta ennek az embernek. Na és mi van a szívedben? Mit szeretne? Oké, nincs szolgált, nem tudsz odaérni, nem gyógyultál meg, rendben van. Mit szeretnél? Szeretnél változást? Szeretnél egész lenni? Aktív lenni? Mozogni? Élni? Szabadnak lenni abból az állapotban, amiből vagy? Újra élvezni a teljességet? A győzelmet? Szeretnél az lenni, aki tud táncizni? Vagy csak elszaladni? Vagy leülni? Vagy csak újra természetesnek lenni? Szeretnél az lenni? És kapcsi elgondolkodott, várjál, mi az én érvem? Még 38 éve itt fekszem, ez elég a fekvésből. Tehát elég régóta láttam itt a sztorit, nagyon már nem izgat. Tényleg azért jöttél, hogy engem meggyógyítsál? Hát akkor tudod mit? Ha igaz, amit mondasz, akkor szeretném. Ha csak azt számít, hogy mi van a szívemben, akkor én ezt szeretném. Az én lehetőségeim szerint ez lehetetlen. Ha te lehetőségeid szerint ez lehetséges, akkor szeretném. És azt mondta az Úr neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett az ember, felvette az ágyát, és járt. Ez az ember ott teljesen helyreállt, azonnal meggyógyult. Kinyílt előtte egy új világ. Egy olyan világ, amiről nem is álmodta, hogy ő egyszer a részese lehet. Ő már azt gondolta, hogy úgy fog meghalni, hogy ott van a tóparton. Hogy azok a lehetőségei, ami eddig voltak. De az Úr másképp gondolta. És lehet, hogy mi is hasonlóan érezzük magunkat, mint ez a béna ember. Az Úr ma is csak ugyanazt kérdezi tőlünk, mint amit kérdezett ettől az embertől. Szeretnél változást? Szeretnéd megismerni azt, hogy ki vagy valójában? Szeretnéd megismerni azt, hogy miről szól az egész élet? Szeretnéd megismerni azt, hogy van lehetőséged győztesként élni? Ha a szívedben az a válasz, hogy igen, az Úr ma azért jött, hogy erre fölbátorítson. Hogy mindaz, amiről az este folyamán és az Efézusi levél többi részében is szó lesz, az a mi életünkben valóság legyen. Olyan változás,
amit megélünk. Mint ahogy ez az ember megélte azt, hogy ő onnantól kezdve már járt. És egy ember, aki tud járni, az többé már nem akar visszafeküdni oda, ahol addig feküdt. Ez a bénaság, ez a versengés, ahol a legkiválóbbaknak talán van esélyük, az, ami a képességekre hagyatkozik, az, ami arra hagyatkozik, hogy milyen forrásaink vannak, és hogy milyen standardet kell megugranunk, ez az a törvényrendszer, ami azt az öt oszlopot jellemezte, ami körülvette azt a kultúrát. És az az új út, amit maga az Isten hozott oda az emberhez, az az új út, ami a képességeket felülírja, és már az isteni szándékot képviseli, amit Jézus Krisztus hozott személyesen közel az emberhez, ahol nem kell megfelelni, ahol te csak elfogadsz, és mégis győztes vagy, és minden a tiéd. A győztesek örömével, a győztesek szabadságával, és azzal, hogy mindent kaptál ajándékba. Ez a kegyelem. És Isten ezt a kegyelmet hozta nekünk. Jézus Krisztus nagyszerű munkája által. Mert ha kicsit tovább megyünk, és lehet, hogy mi azok vagyunk, akik már aktívak az ő keresztény életükben. Aktívak azokban a dolgokban, amit megértettek. Akár az imával, akár az evangelizációval, akár a szolgálattal, akár bármilyen más területtel, ami az Istennek a szabadítását, az ő szándékát előre mozdítja. Lehet, hogy aktívak vagyunk már többen itt. De lehet, hogy úgy vagyunk ám aktívak, mint egy stahanovista. Megvan ez a kép? Stahanovista? Megvan? Valakinek? Egyedül vagyok? Valakinek van? Kultúra? Opa, jó napot kívánok! Jó helyen vagyok! Tehát az az ember, aki tudod, ilyen turbosított energiaitalokat iszik reggel este, és a százalék az nem 150%, hanem 1500. Tehát annyi nulla van, hogy bemész reggel, és tudod, hogy ő gyorsabb, meg jobb. És akkor te is szeretnél egy kis érmét, ami nem ér semmit, mert az aciba lesadni, tudod, mert műanyag, de azért ő belefeszül, hogy neki legyen olyan. És nem tudsz nyerni, mert ő jobb. De már te is haldoklasz, meg ő is haldoklik. Már csak az van, hogy csináljuk, már még többet kell csinálni. Aztán közben a nagy csinálásban meg azt is elfelejted, hogy Istennek van jelenléte. Hogy néha benézel hozzá a dicsőítés alatt, mint a Márki csinálta, akkor nem tud kikerülni, tehát szembe jön, tudod? És akkor érzed azt, hogy ja, itt az Úr tényleg, akkor leülök én is. De ha nincsenek ezek a pillanatok, akkor azt érzed, hogy most én csinálom ezt, meg azt, meg amazt, meg ezt is kéne, meg azt is mondták, meg jaj. És megkérdezzék tőled, hogy veled mi van? És akkor nem azt mondod, hogy rosszul vagyok, mert úgy néz ki, hát csinálom. Hanem azt mondod, ezt is csinálom, meg azt is, meg azt. Jó, de veled mi van? Hát mondjuk úgy közepes. Ez azt jelenti, hogy meghaltam. Tehát amikor egy hívő azt mondja, hogy szó, az azt jelenti, hogy inkubátorban van, és igazából nem bírt beszélni. Tehát van ez a klasszikus, amikor azt mondja, tudod azt mondja, hogy hogy vagy? Ki halt meg rajtad kívül, tudod? Ez te biztos, hogy a végét vagy. Istennek nem kell csinálnod semmit. Nem kell. A kegyelemből való szövetségben neked nincs olyan, hogy kell. Elég nagy volt a teher? Leraktuk a ruhatárba? Szabad vagy? Jó idő van? Nem kell. Nem kell. Lehet. Lehet. Nincs elvárás, nincs vádlás, nincs kárhoztatás, nincsen ilyen munkanapló, hogy számolják, hogy ó, várjál, pénteken csak 130%-ot csináltál, ez nagyon vékony. Jó, péntek volt, de mégis 500% alá hogyan tárgyaljunk? Nincs ilyen. Menjünk el egy nagyszerű igerészben, valószínű, hogy mindenki jobban tudja, mint én. Lukács evangélium a 10. fejezetében, a 38. vershez. Azt ígértem Márknak, hamar vége lesz.
Nem tudom, hogy majd valamit csinálunk, jó? Valamit kitalálunk. Lukács evangéliuma. Jaj. 10. fejezet, 38. vers. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Mária nevű asszony a házába fogadta. Volt annak, egy Márta nevű asszony a házába fogadta, ezen megvolt. Volt annak egy Mária nevű testvére, most jön a főszereplő, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt, Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban. Hát mondd neki, hogy segítsem. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Hát, aki csinál valamit a terhek alatt, Márta az egy jó példa, nem? Állatorvosi ló. Tehát ő azt, amíg az Úrnak is megmondja, hogy nem, hogy a rokon, testvérem. Uram, nem látod? Én itten pörgettem magam, puding, leves, minden tisztasság van. Jól érzed magad, neked csinálom, nem a szomszédnak, látlak, ismernek, szeretlek, örök élet, de jó. Ő meg itt ül, érted? Ül, ráborult a lábadra. Hát ő még, ha ülne, vagy úgy tudna, mi a tisztelet, meg hogy látna a 3 méter távolságot, ő meg neked dől, mint egy alkesz, érted? És akkor nem szólnál neki, hogy szedje össze magát, azt legalább a végét mosogasson, vagy valami, mert úgy érzem magam, hogy berobbanok, érted? Tehát lehet, hogy itt vagy, de ezt akkor se, ha itt vagy, jó? Tisztázzuk. Mert hát van stílusunk, nem rend, fegyelem, 1, 2, 3, itt tanultam, ez van. És akkor ez meg itt mit csinál? Csak kérdezem. Tehát neki mi a jutalma? Mert hogy én tudom, hogy ez ennyi mi? Föltöm sorolni, 4 évre megvan a naptár, be van pipálva. Akkor ezt csináltam, mondjuk azt nem látta senki, de ezek még mind jók. Tehát a jó és a rossz arányában végtelenne vezetek. És ő... De most őszintén, Uram. És akkor mondja az Úr neki, hogy figyelj, de van egy kis gond. Nem sok, csak egy kicsi. Nagyon benézted a sztorit. Na, hogy én nem ezt akarom. Én nem ezt akarom, hogy te úgy érezd magad, mint a... a tudományos filmekben, tudod, reggel lemegy az ember a bányába, azt mondja, Mikulást játszik, csak föld van benne, és akkor estig jön föl, és akkor mindig kijönt is. Lemegy, följön, kijönti, lemegy, fölmegy, kijönti, és akkor mindenki néz, hogy hát ez szép melód van. De az Úr nem ezt akarja, hogy milyenek legyünk. Mert ha azt szeretné, hogy milyenek legyünk, akkor nem sok értéked nem lenne. Akkor azt határozna meg, hogy mit teszel, azt milyen minőségben teszed, és hogy egyáltalán milyen sokáig bírod. És csak a legjobbak várhatnának egy kicsi hátbaveregetést, de csak módjával. Akkor a legtöbbünknek semmi értéke nem lenne. De az Úr nem azért szeret minket, hogy mit teszünk, hanem azért, akik vagyunk. És semmit nem kell csinálni. De ha valamit teszünk, azt azért tegyük, mert megértettük azt, hogy mennyire szeret minket. És ez a lány, ez az egyszerű falusi lány, mert faluba lakott. Egy faluba tért be, tehát ott lakott. Ez megértett valamit Istenből. Van egy kép. Ez nagyon fog tetszeni. Ha eddig nem tetszett, ez tetszeni fog. Sokszor azt mondja az ige, hogy az imádattal kapcsolatban, hogy mint hogyha a kutyák azok, akik az imádatot a legjobban kifejezik. És hogy az Úr elvárja azt, hogy mi olyan kutyaként imádjuk őt. Ez igaz, különben benne van az igében, de egy kép jött nekem elő. Hogy kinek van kutyája? Van valakinek? Nekem nincs, csak tudom, hogy milyen, mert volt. Tehát akkor az olyan, hogy amikor nagyon szeret a kutyád, akkor hát most nem mondom ki, tehát csinál valamit, mikor meglát. Tehát szétmegy az egész élete, mert meglátott. Mert megjött neki a gazdája. Az egyetlen, aki számít. És lehet, hogy senkire nem hallgat, de a gazdájára igen.
És egyszerűen ő a mintám. Ő tartja életben. Ő ad neki kaját, vizet, az semmi, szeretetet. Megsimogatja hozzáér, és akkor, akkor csináld még, tudod, napokig. Akkor mindegy, milyen nap van, nem számít. Itt a gazdi. És amikor ebben az extatikus állapotban, hogy megjött a gazdi, megnyugszik, akkor így ráteszi a lábát, meg a fejét a lábadra. Hogy érezze, hogy te ott vagy. Nagyon fontos. És így rád néz kamuból, hogy meg vagy még. És te meg úgy lélegzel, hogy ne is hallja, tudod. Mert ez az idill. Ez a pillanat. Ez a varázs. Hogy ő és a kutya. És ebben a képben én ezt látom. Hogy ez a hölgy megnyugodott az Úr jelenlétében. Teljes volt a világ. Ő és Isten. És a kettő együtt az érintésben, a szeretetben, a teljességben létrehozta azt, amiről szól az a szövetség, amit az új szövetségnek hívnak. Hogy Isten és én egyek lettünk. És ebben a helyzetben azt látjuk, hogy elkezd beszélni Jézus. És ez a lány így hallgatja. És amikor Isten beszél, akkor mi jól tesszük, ha hallgatunk. Mert ő az örök élet titkairól beszél. Arról beszél, amit mi soha nem tudnánk meg. Soha nem értenénk meg. Soha nem is gondolnánk rá. Nem tudnánk, hogy hogyan történt mindaz, ami a látható szem számára láthatatlan. Nem tudnánk azt sem, hogy van szellemvilág. Az sem, hogy a gonosz milyen. Az sem, hogy van ellenségünk. És az sem, hogy mi kik vagyunk, és hogy hogyan győzhetünk. Csak ő tudja nekünk elmondani. De nem csak elmondja ezt nekünk, mint egy idegen a másiknak, hanem ebben a közegben, ebben a biztonságban, ebben a szeretetben, ebben a védett állapotban mondja el, hogy ő győzött. És nekünk adta az ő idejét, az ő energiáját, az ő szenvedélyét. És értünk győzött. És legyőzte a halált. És legyőzte a gonosz minden erejét. És bemutatta a mennyben, mint zsákmányt, a sötétség fejedelemségeit. Hogy a halál fölött is diadalt vett. Hogy el van végezve a munka. Ebben az állapotban jelent nekünk valamit az az igazság, hogy örök élünk, hogy a mennyországba megyünk, és hogy mi győztesek vagyunk. Ebben az állapotban van az, hogy mi újra lábra állunk. És ebben az állapotban van az, hogy megértjük, hogy kik vagyunk. Hogy nem bénák vagyunk. Nem azok vagyunk, akik ott nézik a tavat, és a semmiről beszélnek. Hanem az Isten érintésben újra lábra állunk, és azt mondjuk, az vagyok, akinek elmondtál. És a te győzelmed már győzelem a számomra. És már nem az vagyok, aki az esekkelek akcióhősnek örökös főszereplője, hanem az vagyok, aki győztes. Az vagyok, aki a te győzelmedet megéli az ő napjaiban. Efézusi levél 6. fejezet. 11. vers. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Ez a fegyverzet, mint egy ruha, az, ami ránk van szabva. Testhez álló. És csodálatos. Ez az a ruha, ez az a viselet, ami az egyetlen esélyünk. Az egyetlen út, amit Isten kitalált arra, hogy mi az ő erejében győztesek legyünk. Ez a győzelem az ördög mesterkedéseivel szemben van. Egy olyan ellenséggel szemben, akit fizikai szemmel lehet, hogy nem is látsz. Egy olyan háborúban, ahol nem ismered az ellenfél fegyvereit. Olyan fegyvereket ad Isten is, amit te magadtól nem tudsz lemásolni, és nem tudsz használni. Ez a háború a bizalmon épül, hogy te bízol Istenben, és megengeded, hogy ő fölöltöztessen.
és elfogadod, hogy ő tudja, hogy mit csinál. És elfogadod azt, amit ő mond. És akkor győztes vagy. És azt látjuk, hogy az ördög mesterkedik. Ravasz. Ő nem tisztel. Nem sportszerű. Nem szemtől szembe áll föl a két hadsereg. Hanem ő oldalról és hátulról és gáncsolkodva és gonoszul el akarja élni az ő célját. És az ő célja minden eszközével ebbe az irányba megy, hogy minket attól az állapottól tartson távol, ami ennek a hölgynek, ennek a Máriának az állapota volt. Mert ha ebből az állapotból távol tud tartani, akkor a mi állapotunk az olyan lesz, mint annak a bénának az állapota. Hogy mindez, amit olvasunk, semmit nem fog jelenteni. Nem, hogy győztesek nem leszünk, menni sem tudunk majd. Mert az egész az isteni szeretetten és az ő kegyelmén alapszik. Ez nem olyan történet, amiben csak úgy beleesik az ember. Ez egy olyan történet, amit az Istenhez való viszony tud növeszteni. És ezért ő arra szánja az ő összes fondorlatát, a ravasságát, hogy minket kibillentsen az Istennel való meggyőződéses, mély, szövetségi szeretetből. Ezt tette már a legelső emberpárral. És minden hazugsága, féligassága, kísértése, kívánsága, ami a szemnek kívánatos, ami miatt az ember meg tud indulni, az azért van, hogy kibillentsen minket ebből az egységből. És ő a szétdobáló. Ő a hazugságnak az atya, aki soha nem mondott igazat. És nincs benne igazság. Ő elejétől fogva embergyilkos. Ő az, aki az atyafiakat vádolja. Ő az, aki a mi örök ellenségünk. Nem azért, mert mi aztán hű de nagy világsztárok lennénk, aztán valahogy kitalálta, hogy mi vagyunk azok, hanem Isten miatt. Mert ő komolyan gondolta velünk való szövetséget. És emiatt vagyunk értékesek. És a fegyverek az ő fegyverei. És az egész harcnak ő a vezetője. És az ő győzelméből győzünk mi. Mert itt arról szól, hogy az a győzelem, hogy megálljunk. Na, hát az nem egy nagy dolog, hogy te megálljál, ha szélcsend van. De igen nagy dolog akkor, ha vihar van. És tudjátok, ha mi nem vesszük föl ezeket a fegyvereket, akkor mi a saját erejünkből akarunk élni. És van egy kép előttem, jó? Mindjárt jön a jó idő, úgyis, és miért elaludtok, elviszlek titeket egy strandra, jó? Tehát egy strandon napozunk. Rendben van? Egy szép strandon napozunk. Na most, te honnan tudod meg a strandolók közül, hogy ki az, aki profi katona, meg ki az, aki nem? Hát sehonnan, mindenki rövidgatyában van. Akkor fogod tudni, ha fölöltözik rendesen. Fölveszi az egyenruháját, és én vagyok a tizedes, ők meg a többiek. Tehát, hogy a ruha teszi az embert. Jó napot kívánok! Mert nem a saját tekintünkből megyünk ám, hanem az övéből. Volt már, hogy gyorshajtáson elkaptak? Volt olyan? Nem, mert fel a kezedet, nem jó. Tehát tegyük fel, hogy van valaki itt az univerzumban, akinek már volt ugye a rendőrséggel, így kiszélesítettük a kört. Tehát magyarul valamit csinálsz, és akkor jön a hatóság. Tudod? És akkor általában nem mindenki akar egyből rendőr lenni. Tehát valahogy oda el kell jutni, hogy valaki az legyen, meggyőződés is kell hozzá, meg sok minden, de a lényeg az, hogy nem az számít, hogy az adott rendőr úr vagy hölgy milyen erős, vagy hogy milyen gyorsan lő, meg hány nyelven beszél, meg hogy kérdez, az számít, hogy milyen ruha van rajta. Kizárólag az számít. És ha megállít téged, akkor neked nincs alternatívád. Megállíthat egy 35 kilós, nem tudom, mi az alsó súlyhatár, mondjuk 55 kilós rendőr, megállíthat, és mondja, hogy én vagyok a legkisebb, de gyere ide. És akkor te meg odamész, igen, biztos úr, jogosítványt, forgalmit, személyazonosságit kérem. Tessék, parancsolni kérem, tessék. Tudja, hogy miért állítottam meg, és már remegsz. Ekkor emberről van szó.
Gyorsan mentem, csak nem láttam. Rutin ellenőrzés. És akkor egy kicsit kiengesz, tudod, érzed is, hogy ma nem vacsorázol, már megvan minden. És akkor azt mondja, hogy hívják? Hát oda van írva, nem látszat. Hogy vettek föl, érted? És akkor nézegeti, mint a tudományos osztályon, tudod? Az eredetiség vizsgált az ég alatt címmel, tudod, nézi. Nem siet, mert stílusa van, tudod, így nézi. Te, hogy ülsz, lehet, hogy átvertek, vagy bármi van, nem érted a szitut. Ott van levegőben a robbanás, hogy visznek el. És akkor úgy szépen összehagyja, és visszaadja jó utat. És elmegy. És te meg érzed azt, hogy győztél. Mert megúsztad a találkozást. Mit tette őt különlegessé? Miért volt az, hogy te remektél és féltél? Miért volt az, hogy nem volt más esélye, csak az, amit mondott? Az a ruha, ami rajta volt. És ilyen a mi ruhánk. Mert az a ruha, ami rajta volt, az képviselte annak az országnak, annak a testületnek az összes hatalmát és képviseletét. Mert ő azt a rendszert képviselte. És neked nincs más választásod, ha jót akarsz magadnak, hogy engedelmeskedsz. És milyen az a ruha, amit Isten ránk akar adni? Az az ő tekintélyét és az ő királyságát képvisel itt a Földön. És ez számít. És amikor ezt fölvesszük, amiről azt írja a másik fordítás, hogy teljes fegyverzet, a csapkád is van rám, meg minden, majd fogjuk látni, tehát ott aztán be vagy öltözve alulról, felülről, mindenhogy, és szép is vagy, csak szólok, hogy nem kell aggódni, akkor te tekintélyes hatalommal tudsz élni. Nem a vesztesek, hanem a győztesek között. És mivel a gonosz ravasz, és ahogy megkísértette az első emberpárt, ugyanúgy, amikor megszületett a messiás, ezt kapd el, ez gyönyörű. Tehát megszületik a messiás. Ő ott volt, amikor az angyalok trombitáltak, meg hogy hú, halleluja, megszületett a messiás. Nézd, és kiszületett, meg öcsém, mindjárt nézem. Ő aztán mindent megkövetett azért, hogy megölje. És amikor a pusztába kiment Jézus, és 40 napig böjtölt, és megérzett, akkor oda ment hozzá, és megkísértette. És egy nagyon mély, testhez álló, speciális kísértést végzett ellene. És ugyanúgy nagyon mély, nagyon testhez álló, és nagyon speciális kísértése jön mindannyiunkhoz. Mert pontosan tudja, hogy mik a gyengéink. És pontosan tudja, hogy ha a strandon vagyunk, aztán olyan sok fegyver nincs rálunk. És nem kell félni tőlünk. Mert semmi különbségünk nincs egy turistától. És ahogy Jézusnál is az volt, hogy amikor ő az Isten örök szavával válaszolt, és azzal tekintélyen, ami örökké van, és bemutatta, hogy hogyan tudott megállni az ördöggel szemben, akkor azt látjuk, hogy egy ideig elment. Nem végleg ment el, egy ideig. És ha ez volt Jézusnál, szeretném elmondani, hogy tőled se fél. Ha ruhanélkül vagy, akkor annyit is érsz, ruhanélkül szaladgálhatsz. A nagy veszélyt nem jelentesz, maximum a diliházba, de van ruhánk. Méretre, nem konfekció, méretre szabott. És az életünk ezen múlik. Menjünk tovább. Második vers. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Arról szól a történet, hogy nem egy egyszemélyes hadsereggel állunk szemben, hanem egy igen komoly, megszervezett haderővel, akik bőven vannak annyia, hogy mindannyiunkat figyeljenek, és mindannyiunknak veszélyt jelentsenek az életére. És nem akarok nagyon belemélyedni most ebben, de ha neked van egy ellenséged, ahhoz, hogy te tudd, hogy hogyan tudsz győzni, két dolgot biztosan kell tudnod. Az egyik, hogy ki az, a másik, hogy hol van. Mert ha ezt nem tudod, akkor lövöldözöm, rossz kínai filmekben, tehát azt se tud, hova.
egy komoly, láthatatlan világ vesz minket körül. De Isten fel akar minket készíteni. És azt szeretné, hogy élvezzük az ő győzelmét. Tudjátok, félelmetes viszonyról beszélünk. És a legtöbb ember valóban nem is akar hallani erről. De nem véletlen, hogy ezt Pál apostol leírtam. Nem véletlen, hogy mi erről kell, hogy beszéljünk. Nem véletlen, hogy ezekben a napokban Isten különösen ki akarja ezt bontani előttünk. Mert lehet, hogy a világ sokszor volt veszélyes. Lehet, hogy a gonosz sokszor volt szép. Lehet, hogy a föld sokszor rejtett csapdát. Lehet, hogy a gonosz sokszor volt ravasz. Lehet, hogy voltak generációk, amik nagyon intenzív támadás alatt voltak. De elmerem mondani nektek, hogy ez a generáció, amiben most mi élünk, ez hatványozottan nehezített pálya. Ez egy olyan időszak, ahol a gonosz tudja, hogy fogy az ideje, és egyre agresszívebb, és egyre több energiát fordít arra, hogy minket elválasszon a mi szerető Istenünktől. Hogy az egész számunkra ne jelentsen semmit. Csak lebénulva feküdjük, és hagyjuk, hogy tömegre mészároljon minket. És az Úr azt akarja, hogy nem akarom, hogy bárki is elveszem. Azt akarom, mindenki meggyógyuljon, megerősödjön, és élvezze azt a ruhát, ami a jelvénye, ami az ő helye, ami az ő győzelmének Istentől elrendelt helye. Amen? Amen. És akkor van még egy igerész, jó? És utána Márkit megkérem, hogy majd, még nem, mindjárt. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. És már eddig veszük. Éppen ezért, mert a gonosz ilyen. Mert egy nagyon komoly hadsereg áll mögötte. Sok szinten és sok ellenséggel. És hogy nem tudunk másképp reagálni. Ez olyan, mint amikor valaki éjjel látó készülékkel jön veled szembe, te nem látod, ő meg pont lát és lelő. És akkor azt veszed, hogy ennyi volt. Nincs más esélyünk. Csak az a ruha, amit Isten megálmodott nekünk. És a gonosz nem csak a múltban volt gonosz. És nem csak ma gonosz. És szeretném, hogyha egy igerrésszel lezárnánk a mai estét. Ez pedig a Jelenések könyvében, a 20. fejezetben, a 7. verstől. Amikor pedig eltelik az 1000 esztendő, a sátán elbocsátatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld 4 sarkán. Gógot és Magógot is, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. És fölvonultak a fensíkra, és bekerítették a szentek táborát, és a szeretett várost. Elmondom a végét, nem fognak nyerni, de most nem ez a cél. 1000 évig meg lesz kötözve a jövőben a sátán. Csak Isten, az ő jósága, az ő szépsége lesz itt a földön. Az 1000 éves birodalomban maga Isten fog uralkodni a földön. Minden meggyógyul. Az oroszlánokkal lehet simogatott játszani, meg minden. Gyönyörű lesz a termés, nem lesz semmi, ami átok. Minden a lehető legprimább lesz. És az történik, kérem, és most figyeljetek, hogy elengedik a sátánt a börtönében. És egy ilyen állapotban, ahol az ember látja, hallja mindazt, amit Isten neki ad már sok száz, akár 1000 éve, és elengedik a sátánt, és az körbe megy a földön, és ebben a közegben, ami elvileg azt mondják, hogy fiú, ott ne szavazzál lenned, mert nincs esélyed, tehát ott választáson 100% az isteni támogatottság. És mit csinál az ő megtévesztésével? Óriási tömegeket megtéveszt, és becsap. És nem csak, hogy becsapja őket egy kicsit, hanem becsapja olyan módon, hogy Istenek a népe ellen fölvonulnak a fensíkra, hogy elfoglalják a Szent Várost. Halálosan ellenséggé tudja tenni őket. Ennyire rafinált, ennyire profi, hogy 1000 év kihagyás után úgy jön vissza, mint az üstökös.
És ő ma is ilyen. És nincs esélyed, ha nekük sincs. És Isten azt akarja, hogy legyen. És azért jött oda hozzád, és azért szólított meg, hogyha akarsz változást ebben, ő már levarta neked a ruhádat, hogy ezt ha fölveszed, jó nézzék ki. És úgy éljél, ahogyan élhetsz. Imádkozunk, és a Márki majd még dicsőít. Édesatyám, annyira köszönöm neked a kegyelem üzenetét. Azt az üzenetet, hogy te odajöttél hozzánk. És te akarsz minket a bénultságunkból, a félelmeinkből, a lefagyott állapotunkból kihozni. És én köszönöm, hogy ma is te csak bátorítasz, hogy a jelenlétedben megnyugodjunk, felszabaduljunk és élvezzük, hogy győztesek vagyunk, mert te már győztél. És a te győzelmed legyen valóság a mi életünkben. Édesatyám, én azért imádkozom, hogy hadd legyen ez a mai este egy változás mindarra, amit megértünk az örökkévaló szellemi dolgokból. Megértünk abból, hogy mit jelent a számunkra, hogy meggyógyulunk. Hogy hogyan tudunk, Uram, aktívak lenni. Hogyan tudunk, Uram, szeretetből reagálni. És hogyan tudunk, Uram, felöltözni mindazokba a ruhákba, amiket majd te kibontasz nekünk. Uram, én köszönöm, hogy bár a sötétség növekszik, Uram, a kegyelem még inkább kiárad. És élvezni akarjuk, hogy te, Uram, különlegesnek gondoltál minket, hogy meg akarsz gyógyítani minket. És arra kérünk, Uram, hogy hadd tudjunk megváltozni. Hadd legyünk azok, akik élvezik a te győzelmedet. Jézus nevében. Amen. Fenséges Ó, Istenből emberré lettél, eljöttél, életre keltettél, vakságból fénybe emeltél. Ó, ártatlan, ártatlanból átok és szégyen lett érte. Ő nem nézte bűnöm és védkem, vált rám örök ölélesben. Ó, és én meghajtam előtte térdemen, érgalmat rám zúdul elfedett, szívemben tűz forró lá, örök szerelmem. Hű még van. Társam, barátom, reményem, beszéded irányít a léptem, szívem tiéd már egészen. És én meghajtam előtte térdemet,
Irgalmat rám zúdul melfedez, szívemben tűz forró láj, 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 örök szerelme. Fenséges Úr, Istenből emberé lettél, eljöttél, életre keltettél, vakságból fénybe emeltél, ó, ártatlanból, ártatlanból látok és szégyen lett éltem. Ő nem nézte bűnöm és védkem, várt rám örök ölélésben. Ó, és én meghajtam előtte tildemet, írgalmad rám zúdul elfedett. Szívemben tűz forró láj, 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 örök szerelmé. Teljes szívem, teljes szívvel életemmel, mindenemmel imádlak. Teljes lényem, érted igyen, Jézus téged csodál. Teljes szívvel, teljes szívvel életemmel, mindenemmel imádlak. Teljes lényem, éded igen, Jézus téged csodá, és én meghajtam előtte tildemet, írgalmad rám zúdul elfedez, szívemben tűz forró láj. Örök szerelme. Teljes szívvel, teljes szívvel életemmel, mindenemmel. Teljes lényem, éted igen, Jézus téged csodá, és én meghajtam előtte tildemet, írgalmad rám zúdul elfedez, szívemben tűz forró láj, láj. Örök szerelme. Több erőt,
szereteted többet tőled minden nap. Több erő, több szereteted többet tőled minden. Több erő, több erő, több szereteted többet tőled minden. Több erő, több szereteted, többet tőled minden nap. És teljes szívemből imádom neved, az elmém meghajol és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az. Te vagy az Úr. Több erőt, több erő, több szereteted, többet tőled minden nap. Több erő, több szereteted, többet tőled minden, és teljes szívemből imádom neved. Az elmém meghajol és hódol neked, teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr, te vagy az Úr. És teljes szívemből imádom neved, az elmém meghajol és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr, te vagy az Úr. Szereteted többet tőled minden nap. Több erő, több szereteted többet tőled minden nap. Több erőt, több erő, több szereteted többet tőled minden. Több erő, több szereteted, többet tőled minden nap. Dicséret áldás, örök imádás, néked minden ható. Itt áll a népen, új hitre ébred, és fáj a lelete. Dicséret áldás, dicséret áldás, örök imádás, néked mindenható. Itt áll a népen, itt áll a népen, új hitre ébred, és fáj a lelete. Dicséret áldás, dicséret áldás, örök imádás, néked mindenható. Itt áll a népen, új hitre ébred, és fáj a leheleted. Dicséret áldás, dicséret áldás, örök imádás, néked mindenható. Itt áll a népen, új hitre ébred, és fáj a leheleted. Mindennel, mindennel vas ezt kiáltjam,
dicsőség és imádva adja neved, mind együtt és néped újra zengé, hatalmas áldott úvad mind örökké, ó mindenható. Imádás, néked minden ható. Itt áll a néped, új hitre ébred, és fáj a leleted. Mindennel most ezt kiáltja, dicsőség és imádva áldja neved, mind együtt és a néped újra zengi, hatalmas áldott úvad mind örökké. Ó, minden a tó, a földről az ég, a földről az ég felé kiáltjuk, hogy Jézus az egyetlen út. Nincs, nem is lesz soha senki más, ki hozzá hasonlítva tud. A földről az ég felé kiáltjuk, hogy Jézus az egyetlen út. Nincs, nem is lesz soha senki más, ki hozzá hasonlítható. Mindennel most ezt kiáltja, dicsőség és imádva áldja neved, mint együtt és a néved újra zengi, hatalmas áldott úrva mind örökké. Mindennel most ezt kiáltja, dicsőség és imádva adja neved, mint együtt és népen újra zengi, hatalmas adott úvad mind örökké, ó mindenható. A földről az ég felé kiáltjuk, hogy Jézus az egyetlen út. Nincs, nem is lesz soha senki más, ki hozzá hasonlítható. A földről az ég felé kiáltjuk, hogy Jézus az egyetlen út. Nincs, nem is lesz soha senki más, ki hozzá hasonlítható. Mindennel most ezt kiáltja, dicsőség és imádva adja neved, mind együtt és a néped újra zengi, hatalmas áldott úvad mind örökké, ó mindenható, ó minden, ó mindenható, ó mindenható. Ó, mindenható. Dicséret, áldás, örök imádás, néked mindenható. Itt áll a néped, új hétre ébred, és fáj a leheleted. Dicséret, áldás. Dicséret, áldás, örök imádás, néked mindenható. Itt áll a néped, új hitre ébred, és fáj a leheleted. Dicséret, áldás! Dicséret, áldás, örök imádás, néked mindenható. Itt áll a néped, új hitre ébred, és fáj a leheleted. Amen. Amen.
Hát nagyon szépen köszönjük Márk Zimának ezt az estét, hogy így megfűszerezte. Egy dolgot elrontottam, ez akkor fordul elő, hogyha az ember nem olvas el egy szórólapot kellően, hogy az április 22 és 28 közötti menetelés az életértben, én azt mondtam, hogy német újjászülött, vagy újjászült, na, hogy kell ez német? Újjászületett olyan keresztények jönnek el, akiknek a szülei koncentrációs táborban voltak. Na ez így nem igaz, mert nem koncentrációs táborban voltak a nagyszüleik, hanem olyan német katonák voltak, akik a koncentrációs táborban az emberek közé lőttek, vagy ehhez hasonlók, és azért jönnek Magyarországra, hogy a nagyszüleik hallgatását úgymond megbánják, és ez egy olyan nagy gesztus, hogy ők eljönnek, és tényleg ezt így megteszik. Úgyhogy ezt így korrigálnám, vagy korrigáltam. Illetve akkor még egyszer az, hogy a Jákim stúdióra kint tudtok jegyet venni, vagy hogyha nincs kint senki, akkor az interneten tudtok online jegyet rendelni. Jövő héten Alice Potter jön el hozzánk, ne hagyjátok ki, ritkán jön Magyarországra, most ez egy ilyen különleges alkalom, úgyhogy mindenképpen, és hozzatok el ismerősüket, barátokat. Április 5-én pedig egy evangelizációs képzés van, hogyha erre szeretnétek jönni, akkor a Golgota honlapján tudtok jelentkezni, és fönt vagyunk Instagramon, illetve Facebookon is, úgyhogy ott találtok még információkat, képeket, úgyhogy legyen áldott hetetek, sziasztok! Talán. Igen, aki szeretne zongorát pakolni, akkor van lehetőség.